Oroszné Kopányi Katalin, a Makói József Attila Gimnázium intézményvezetője a Gombavaton tartott beszédében úgy fogalmazott, a gombok alapvető funkciója, hogy két különálló anyagot összekapcsoljanak. A végzősök ruhájára tűzött gomboknak is hasonló szerepük van, összekötik a tanulókat az iskolával és az itt szerzett emlékeikkel. Ezek az apró eszközök egyediek, az intézmény minden esztendőben külön erre az alkalomra készíteti őket, így sajátos értéket képviselnek. Gimnáziumunk régi hagyománya, hogy tanítványaink a gombavató alkalmával zöld gombot kapnak, majd az érettségi bizonyítvány átvételekor az érettségüket jelképező sárga gombot tűzzük ünneplő ruhájukra. A gombavató meghívón ebben az évben szerepel először együtt a zöld és a sárga gomb. Korábban csak az osztályukat szimbolizáló zöld gombokat láthattuk a meghívókon. Hogy most a zöld és a sárga gomb együtt látható, annak az az oka, hogy most közelebb került egymáshoz a 12-eseink életében a két fontos esemény, a gombavató és az érettségi vizsga. A zöld gombból induló fénysáv és színátmenet is erre az összefüggésre irányítja a figyelmet, valamint a dekoráció zöld és sárga színátmenete is erre utal. Hévézi Panka és Szabó Csenge osztálytársak, a négy év folyamos 12. B tanulói. A fiatalok stábunknak elárulták, nagyon sokat készültek a gombtűzés estéjére, és egy olyan korszakot zárnak le nem sokára, amire mindig örömmel fognak visszaemlékezni. Szerintem ez az iskola és a közösség szerintem nagyon jó volt, és nagyon élveztük a gimnáziumi éveket, mind a tanulást, és mind az osztályközösségben történt dolgokat tényleg nagyon élveztük, és sajnáljuk, hogy vége. De egyben nyílik egy új fejezet, és nagyon izgatottak vagyunk. Milyen volt az osztályközösség? Mennyire tudtatok összeszokni, hiszen azért volt egy rövid idő, amikor nem tudtatok találkozni? Hát nehezebb volt természetesen, mert egyszerűen nem tudtak kialakulni azok a kapcsolatok, amik ki szoktak alakulni egy osztályban, de azt hiszem, hogy erre az utolsó évre sikerült, és ez az osztálytánc, a készülés, a gombavatóra segített összehozni egy kicsit az osztályt. A 8 év folyamos 12. K osztály két diákja is megosztott a televíziónkkal, hogy hogyan tekintenek vissza a közösen eltöltött évekre. Nagyon sok közös programunk volt, és a lezárások ellenére is nagyon jó volt az osztályközösségünk, és egy tartalmas 8 év van a hátunk mögött, úgy gondolom. Lett egy osztályközösségünk, ami nagyon jó, és szerintem ez az előnye a 8 osztályos évfolyamnak, hogy egy kicsit több időnk van megismerni egymást, és szerintem nagyon jó tanárokat is ismertünk meg a gimnáziumban, akik nagyon segítőkészek voltak, és emberként is teljesen remekül szuperáltak. Fürge Anita volt az osztályfőnökünk, ő angolt tanított nekünk, és igazából egy nagyon aranyos nő volt, és én imádtam bejárni hozzá az angol óráira, mivel ténylegesen mindig talált ki valami olyat, amivel izgalmasabbá tette, és amikor angolul beszéltem nála, én nagyon féltem először beszélni, és ő volt az, aki megnyugtatott azzal, hogy bármit is mondok, nem tudok rosszat mondani. Németh Hajnalka, a 12. C osztályfőnöke a gombavató ünnepségen elmondta, az online oktatás sok nehézséget rótt a tanulókra, a hamarosan kezdődő érettségi időszak fogja megmutatni azt, hogy mennyire volt sikeres a felkészülés. A pedagógus arra is kitért, hogy milyen értékeket igyekezett átadni a gimnazistáknak. Az embernek az élet filozófiáját nagyon nehéz ugye megfogalmazni. Talán amikor veszekedtek, akkor mindig azt mondtam nekik, hogy ne veszekedjenek, és próbálják meg szeretni és elfogadni egymást olyannak, amilyenek. Talán ez lehet az én életfilozófiám, elfogadás. Az este folyamán a végzős osztályok elmaradhatatlan keringőit a diákok színes, változatos műsorai tették még különlegesebbé.